patriot erőt, egy évtizeddel később a rendszerváltáskor a szovjetek kiszorításához és a szöges drót akadályok megsemmisítéséhez is, mondta a miniszterelnök, aki ezek után az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról beszélt. Európa még nem döntötte el, hova is álljon. Brüsszelben még nem tudják, a fékre lépjenek, vagy inkább a gázpedálra. Jobbra, vagy inkább balra fordítsák a kormánykereket. Európa keleti és nyugati versenytársai nincsenek hiány, sem az önbizalomnak, sem a józan észnek. Elfogadjuk az európai együttműködés mindenkire érvényes szabályait, de mi nem fogadjuk el, hogy bármilyen kifinomult módszerrel idegenek kormányozzanak bennünket. Elfogadjuk az európai kultúrnemzetek közös erkölcsi mércéjét, de nem fogadunk el kettős mércét. Elfogadjuk és teljesítjük azokat a kötelezettségeinket, amelyeket Magyarország vállalt. De nem fogadjuk el, hogy a szocialista kormányok hibái miatt az egész országot büntessék Brüsszelben még ma is. Elfogadjuk, hogy az európai intézményeket is megilleti a tisztelet. De nem fogadjuk el, hogy az unió bármely intézménye tiszteletlenül bánjon a magyarokkal. Kikhez szólt? Ki?